A kresznek megfelelően a biciklit tolva közlekedik ez a kerékpáros a gyalogátkelőnél. Nem mindenki tartja be azonban a szabályokat, sokan figyelmetlenül, az előírásokkal nem törődve használják a zebrákat. Az ilyen magatartás komoly veszéllyel járhat. Évente átlagosan 2500 gyalogost ütnek el a közutakon, ebből csak nem 800 baleset a kijelölt gyalogátkelő helyen történik. Mintegy 150 esetben pedig tragédiával végződik az ütközés. A halálos kimenetelű gázolások megelőzésére szolgál az úgynevezett zebra terv, amelyet idén június 14-e és 16-a között hirdettek meg az egész országban, köztük Baján is. Az ellenőrzések ugye kiterjedtek mind a gyalogosok szabálykövető magatartására, mind a kerékpárosokra, valamint a gépjárművezetőkre. Elmondhatjuk, a kollégáim az elmúlt napokban több negatív tendenciát is tapasztalhattak, mind a gyalogosok, mind pedig akár a kerékpárral vagy a gépjárművel közlekedők körében. A leggyakoribb jogsértési dolog az például az elsőbségi jog meg nem adása gépjárművezetők esetében, de a gyalogosoknál tapasztaltak több esetben szabálytalan átkelést az úton, illetve a kerékpárosoknál is, például a kijelölt gyalog átkelő helyen a kerékpárról nem leszállva, hanem azon áthajtva, áttekerve történő átkelésnél. Amennyiben az autó sofőrje nem adja meg az elsőbséget a gyalogosnak, az intézkedő rendőr figyelmeztetést, helyszíni bírságot és feljelentést is alkalmazhat. Tilos jelzésen történő áthaladásnál a járművezető 50 ezer forint közigazgatási bírságra számíthat, így érdemes betartani a kreszben foglaltakat. Az elsőbségadás elmulasztása mellett jellemzően a gyalogosok figyelmetlensége és óvatlansága áll a balesetek hátterében. Baján több átkelő közelében is találkozhatunk a telefon és fejhallgató mellőzésére felszólító ábrákkal, amelyek szintén a közlekedésben résztvevők biztonságát szolgálják.